Na meghúztuk két csavart, most már jobb lesz. Megoldottuk a műszaki problémát, itt van velünk Indra Dániel, a KPMG igazgatója. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, turisztikai főpróba 2021. Hogy állunk vele most már így július közepén? Valamilyen mérleget vonhatunk, illetve hát tudtuk, hogy mibe érkezünk, milyen körülmények közé. Itt egy pár nehezítő tényezőt fel is soroltunk, amíg rád vadáztunk. Szóval hogyan állunk ezzel a turizmus dologgal, amely ugye az egyik legnagyobb nyaklevest kapta itt a járvány kapcsán? Igen, igen, igen. Tehát azt látjuk, hogy amint a turizmusnak lehetősége van, és a korlátozások lazulnak, akkor rögtön életre kell. De ahogy említettétek, nagyon sok a nehezítő tényező. És valóban ez az év talán ez egy fő próba, vagy próbája a járvány utáni turizmusnak. Nagyon hasonló a tavalyihoz képest, a tavalyi első hullám utáni világhoz a belföldi turizmus nagyon erős, nemzetközi szinten, akár globális szinten is mondhatjuk, hiszen továbbra is nehéz a nemzetközi szabadidős jellegű beutazás sok országban, illetve mondjuk a tesztek költsége a sok bizonytalanság miatt, ez visszafogja a nemzetközi keresletet, és ezért az emberek inkább belföldön keresik a lehetőségeket. Izgalmas példa erre a Nagy-Britannia, a spanyol tengerpartok, ahova az angolok járnak, azok szinte üresek, míg Skócia, ami a britek kedvelt belföldi turisztikai desztinációja, az várhatóan best ever, tehát legjobb évet fognak elkönyvelni. 6,5 millióan terveznek most oda utazni föl éjszakra. Úgyhogy ez nem csak nálunk, de a nagy világon sok helyen ez jellemző. Ez a trend. Mindenhol jellemző. Aha. És az, ami nálunk is megfigyelhető, hogy ha megyünk, akkor elsősorban valami közeli országba autóval megpróbálunk egyszerűbb megoldást választani. Ez mennyire elterjedt máshol? Abszolút, tehát Európában is az a regionális autóval könnyen elérhető szomszédos országba utazás, ez megint csak azért van így, mert az emberek esetleg félnek a repülős utazástól, több a komplikáció, és hát sok akár a járattörlés is. Néztük egy kimutatást szerint ebben az évben, 2021-ben a nemzetközi légiforgalom az mindössze 20-21% érheti el a 2019-es értékeknek, tehát azért jóval kisebb kapacitással működnek a légijáratok, úgyhogy ezért sokan tényleg autóval közeli, biztonságosnak ható desztinációkba utaznak. Uh-huh. Mi a helyzet a különböző típusú turisztikai vagy utazásokkal, gondolok itt a városlátogatással például, vagy teret nyernek-e olyan más jellegű utazások, mint mondjuk kempingezés, vagy lakóautózás. Nagyon sokat láttam az autópályákon most így délfelé autózva. Ezekkel mi a helyzet? Igen, tehát a klasszikus city break jellegű utazások azok továbbra is háttérbe szorulnak, és ahogy említettem, tényleg a belföldi vízparti természetközeli desztinációkat keresik az emberek. Rávilágította, tehát felerősítette az emberekben a természet, az egészség, az aktív élmények irányi igényt, és megint csak egy kimutatás szerint még 2015-ben mondjuk az Airbnb-nél a legkedveltebb desztinációk így nyáron, a 15-ös nyárban Párizs, Berlin, Róma volt. Ma már a balti tengerpartja, esetleg Szardínia vagy a Côte d'Azur, tehát most a 2021-es lágerek, ezek a vízparti, tengerparti, kempingezős, falusi turisztikai desztinációk megint csak nemzetközi szinten. Igen, hát nehéz helyzetben van így Budapest is. Bizonyos időközönként, pont tegnap is beszéltünk erről, hogy vannak próbálkozások arra vonatkozóan, hogy akár a belföldi vidéki turizmust fölmozgassuk, hogy de a fővárosba, de hát gondolom, ez máshol is törekvés, de ezek szerint ez az utazás típus önmagába véve sem elég népszerű most, tehát különösen nagy erőfeszítéseket kell tenni ennek érdekében, hogyha bizonyos városok ezt szeretnék, hogy jobban... Ugyanígy, megint csak az angol példa, tehát Londonban a szállodák kihasználtsága 30% körüli, aha, míg a vidéki Nagy-Britanniában már 60% fölöttiek a foglaltsági mutatók, tehát ezzel minden
minden nagyváros küzd. Hát Budapesten igen, tehát ezért kritikusan alacsony lesz a foglaltság itt még nyáron. Ez főként, ahogy említettük, ez a városi city break turizmus, a konferenciák, üzleti turizmus beindulása, ezek még mind váratnak magukra. Talán az ősz a klasszikus üzleti turizmus szezonja hozhat ebben egy kisebb változást, illetve ezek a nagyobb rendezvények, amik majd most érkeznek Budapestre, ugyebár a vadászati világkiállítás, vagy az eukarisztikus világkongresszus, de hát ezek nyilván annak is függvénye, hogy a delta negyedik hullám az idejére hozzánk. És mi van azokkal a kezdeményezésekkel, amiket tehát elég sokan elkezdtek itt Budapest turizmusáért megtenni, különböző szállodaláncok, szolgáltatók kapcsolódnak össze ilyen klaszterekbe, és próbálnak mindenféle csomagajánlatokkal, árcsökkentéssel, figyelemfelhívó kampányokkal népszerűsíteni a főváros, hogy ne csak a Balatonra menjen mindenki, hanem Budapestre is jöjjön. Ez egy nagyon hosszú és szisztematikus építkezés kell legyen, mert nem ez volt a jellemző az elmúlt évtizedekben. Ugyebár 90% fölöttiek voltak a nemzetközi turisták Budapesten, és kevesebb, mint 10% a belföldi, tehát van honnan építkezni. És tényleg most olyan kritikusan alacsony szinten áll a turizmus, hogy ez nyilván ez a városnak ez így nem tesz jót. Ez egy stratégia, és valóban itt sok... És mint olyan nem fog egyik napról a másikra felépülni. Nem, ezért itt vissza kell szoktatni, vagy meg kell szeretetni újra a fővárost. Említetted az üzleti turizmust és a lehetséges javulását őszre. Itt mi a várakozásotok egyébként, hogy mennyire alakulhat ez át a járvány hatására? Ugye itt a home office-olás meg a mindenféle digitális technikai eszközök igénybevételével azt gondolná az ember, hogy ugyanolyan már nem lesz ez sem, hiszen rájöhettek a vezetők vagy az üzleti szereplők, hogy nagyon sok mindent meg lehet oldani úgy is, hogy nem kell feltétlenül nagy távolságokat utazniuk. Hát így van. A rövid üzleti utazások, akár ilyen nemzetközi szinten, ez ami korábban jellemző volt, hogy egy napra kiugrunk egy másik országba és hazajövünk, ez valószínűleg nagyon vissza fog szorulni. A hibrid események, ugyebár a rendezvények kapcsán azok egyre erőteljesebbek lesznek, és ez lehetőséget is biztosít, hiszen úgy el tudunk menni konferenciára, hogy a látogatók egy része helyszínen tartózkodik, a másik része online bekapcsolódik, tehát igazából a szervezők akár több embert is el tudnak érni, mint korábban, de meg fog változni. Talán ezek a nagy rendezvények, a nagyobb kongresszusok, vagy azok a találkozók, ahol személyes találkozásra van szükség, azok élni fognak. Át fog alakulni ez a piac is, és nyilván keresni fogják a lehetőségeket a szervezők, hogy minél izgalmasabb csomagokat ajánljanak a résztvevőknek. Hogyha már a jövőt firtatjuk az egyéni utazókkal, turistákkal, mi a helyzet, ott mennyiben változhatnak a preferenciák? Ugye már járvány előtt is sokat pedzegettük, hogyha tudsz, akkor ne repüljél, hanem mondjuk üljél vonatra, kisebb a környezeti károsító hatása, vagy ökolábnyoma, hogy ezek, tehát mennyire kaphatunk egy új típusú utazást, vagy mennyire épülhet fel egy új típusú utazás? Azt látjuk, hogy megint csak egy kutatás alapján, hogy egyre többen fordulnak a fenntarthatós turizmus felé, és a jelentőségét egyre többen érzik. Tehát a korábbi kutatásokhoz képest látszik, hogy emelkedik, tehát az emberek tudatosabban terveznek utazni. Hát meglátjuk, hogy ez valóban, amikor hirtelen lehetőség van rá, akkor ez így alakul-e. A nagyvárosok, ugyebár ahol korábban még, hát másfél évvel ezelőtt még az overturizmről beszéltünk, Barcelona, Amsterdam, Velence esetében. Tudjuk, hogy már ott is stratégiákon dolgoznak. Ott nyilván most ugyanúgy, ahogy Budapestnél is most feszítő a kérdés, hogy hirtelen visszaengedjük-e a turistákat, és örüljünk, hogy egyáltalán van valami, vagy stratégiába gondolkodjunk. Azt tudom, hogy Amsterdam már most ott tart például, hogy meghatározta, hogy mekkora az a turista volumen, ami a városnak jót tesz, de még nem árt. Ez egy ilyen range-et, egy tolik. Hát mekkorát sóhajtott most Budapest, ugye, hogy bárcsak ilyen problémája lenne, hogy meg kell határozni.
Így van, így van. Tehát de még őnáluk sincs erre a megoldás, viszont már a Toligot próbálták belőni, de hát vannak attrakciók a kínálati oldalon, akik meg térben, időben, akár múzeumok próbálják szétszórni a városban a lehetőségeket, hogy ne koncentrálódjon akkor a turizmus. De akár ide tartozik ez is, hogy ahogy Velencéből például augusztus 1-től kivágják ezeket a nagy óceánjáró hajókat, talán így már van, ez is ennek a szele. Abszolút, és ennek köszönhető, tehát hogy most tudtak annyira odafigyelni erre a jelenségre, hogy végül meghozták ezt a döntést. Oké, szuper, köszönjük szépen ezt a jó kis átfogó turisztikai körképen. Jó munkát, szép napot neked. Köszi nektek. Szervusz. Indra Dániellel, a KPMG igazgatójával, turisztikai szakértőjével beszélgettünk a turizmusról. Kaptunk két izgalmas hozzászólást is. Az egyiket kritikus ciklon írta a városnak, és a városlakóknak azért nem hiányoznak a turisták. Az ebből élő vállalkozók és dolgozók sajnálják csak ezt. Sokkal élhetőbb így Budapest, mint a hordákkal. És egy másik... Hát, bocsánat, de azért... Hát ebben lehet valami, most lássunk. Igen, be. De azért van itt ilyen idegenforgalmi adó, meg egy csomó minden. Az, pont erről ír. Hát, hogy ezek de a bevételek... De az a városnak megy. És a városnak a különböző fejlesztéseire fordítják. Igen. Tehát azért nem ilyen egyszerű a képlet, hogy nem hiányoznak a turisták, és akkor stb. Hát, ez amit ha azt mondanám, hogy nem hiányoznak ezek a cégek, menjenek innen. Én mindenkit elküldök, igen. És akkor a végén nem tudom megcsinálni az utat a ház előtt. Tehát oké, legyen egy frankó, tehát a hordák nyilván nem hiányoznak, igen, de azért igen, ne igen. Legyünk végletesek. Tehát a másik pedig, hogy jó reggelt, a Fertőtó partján lakunk osztrák oldalon. Ennyi turista, lakókocsi, lakóautó évek óta nem volt, mint idén, főleg osztrákok, ami meglepő, mert idáig alig volt osztrák erre felé nyaralni. Igen. Ugye ez is pont alátámasztja azt, amiről az előbb beszélgettünk Indra Dániellel. Na, hát... Azt van még, azt írta nekünk Zita, hogy sziasztok, jó reggelt, tiszta szerencse, hogy a Blahától félvén korábban indultam. Az Asztórián a Ferenciek irányába várt a meglepetés arról, ahol, ahogy a buszsávnak helyet kell cserélnie a kiskörútra kanyarodó autók sávjával, hosszú perceket lehet a pályán hagyni, írja Zita. Szép napot, hát tessék vigyázni. Vassza pedig küldött nekünk egy képet, azt írta, sziasztok, papírok helyett én ebbe fektetek be energiát, és egy jó nagy tál kis sárga barackok, meg még a földön is. Vassza. Mit mondtál? Azt, hogy Vassza. Ja, az ja, ő ja. Nevét. Ja, jó, ja, azt hittem, hogy... Csak rá akartam dörrenteni, hogy majd mutogatod ezt, én nem, figyelj, nem lakom messze szerintem őtőle, mert láttam már, úgyhogy majd arra kanyarodok, mostanában semmilyen barackot nem sikerült vásárolni. Na, kunyarálj vagy három szemnek, ott a földről látok egy párat, amit szerintem ihetsz. Hé, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás reggelit nem...